Weighing her own influence as a musician against that of being an actor, Courtney Love admitted that there was a more bourgeois respectability to acting. But Meryl Streep doesn't know the sublime pleasure of standing in front of 10,000 people. And ugye azt mondja, hogy egy valamennyire tiszteletre méltóbb a színészet, azonban Meryl Streep nem tudja azt a magasztos vagy hihetetlen örömöt, amit az jelent, hogy az ember 10,000 ember előtt áll, és azt csinálja velük, amit akar. Making them do whatever you want. És nem az, hogy azt csinálja velük, amit akar, hanem azt csináltatja velük, amit csak akar. És ez a zene, ami lehetővé teszi a zenész számára, hogy a tömeget irányítsa és vezesse. Képzelje el mindenki, hogy mekkora hatalom van a zenében, ezért hát minden zenész, aki eljutott a csúcsa, akár Magyarországon, akár akárhol, nem juthatott volna el oda, ha a világot irányító erő nem akarta volna. És ez csak egyszerűen lehet az üzenetből tudni. Ez így volt Magyarországon, ez így van mindenhol. A külföldi nagy zenekaroknak, mint a Beatles például, vagy a Rolling Stones, Metallica, ezeknek megvannak a magyar primitív verziói. Vagy a Frank Zappa, Van Halen, ezeknek megvan a magyar Frank Zappa, meg a magyar Van Halen, akinek az a feladata, hogy azokat, akiket nem érdekel a idegen nyelvű, legalább legyen nekik magyar nyelvű szemét, amit hallgatnak, de az üzenet ugyanaz. Miért ugyanaz? Úgy tűnik, hogy a pénz motiválja az egészet, mint ahogy úgy is van. Az egyéneket könnyen lehet, hogy a pénz motiválja, de az egészet nem a pénz motiválja. A pénz nem számít ebben. A kérdés az, hogy ki kit szolgál, és ki kit tud a saját oldalára állítani. Az ellenség pedig mindenféle manipulációs technikát felhasznál azért, hogy az egész emberiséget félre tudja vezetni. A zene pedig ennek egy igen fontos eszköze, mint ahogy azt látjuk. Superstar Jimi Hendrix noted another, perhaps more sobering aspect of this power. Jimi Hendrix, after describing how central music was to his life, a következő, aki elmagyarázza, hogy mennyire központi szerepet tölt be a zene az ő saját életében. To the point of functioning as a type of electronic church, he went on to tell life. Őt azt mondta, hogy ez olyan, minthogyha egyfajta elektronikus templomként működne, ahova megérkezik a nyáj, és aztán lehet azokat vezetni, ő pedig ennek a prófétája, vagy a papja. Mint ahogy elmondtam, hogy aki mondja, hogy ő ateista, meg ő a tudományba hisz, meg akármi, ennek ugyanúgy megvannak a papjai, megvan a dogmatikája, úgy, mint ahogy a zenének és a prófétája, és ezek az emberek azok, ők mondják, sőt, hát van az a száma a Faithlessnek, hogy God is a DJ, amiben arról beszél, hogy this is my temple, és stb. Magazine, you hypnotize people to where they go right back to their natural state. És hipnotizálod az embereket, és azok visszamennek az ő természetes állapotukba. And when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious what we want to say. És amikor megfogod az embereket ezen a legmélyebbi ponton, amikor a legmélyebbre süllyednek, akkor képesek vagyunk nekik azt prédikálni, amit csak akarunk. Maga a nyelvezet, amit használ, az vallásos. Nem tudom, hogy észrevette ezt bárki más rajtam kívül. Azt mondja, hogy azt prédikáljuk, ugyanúgy azt az üzenetet tolmácsolják. Ez úgy gondolkodik róla, mint egy spirituális dolog, hiszen számukra ez egy spirituális dolog. Ők hisznek ebben. Az, amikor arról beszél, hogy transzcendens, hogy pszichedelikus, hogy transformáló, vagy átalakító hatású, ez mind vallásos nyelvezet. Az ember a vallás segítségével át tud alakulni. Ez is egy vallás, ez a New Age lényegében, aminek ők a papjai, és ezek a ceremóniák pedig a New Age-nek a miséi. És ez nem is áll olyan messze a valóságtól, hogyha belegondolunk azokra az úgynevezett azokban az úgynevezett transformációs fesztiválokba, amik olyan népszerűek manapság. A Rolling Stones magazin ír például itt 2016-ban már a 7 legvadabb transformációs vagy átalakító fesztiválról
ugye a Burning Man, azt mindenki ismeri talán, de van a Shambhala gyülekezet is, és itt ebben a cikkben tárgyalják ezt a hét legvadabb ilyen jellegű összejövetel. Burning Man volt az egyik első ezek közül az 1990-es években, 1990-ben, ahol úgy fogalmazták meg, hogy ők azt szeretnék, hogyha ez a művészi káosz, amik ott uralkodnak, azok lehetővé tennék azt, hogy ahol elkezdődik ez a fesztivál, onnantól kezdve minden megváltozzon, és minden más legyen az emberek számára. És van néhány alapvető elve ennek a fesztiválnak. Kiemeltem ezt ezek közül négyet. Az egyik a részvétel. A részvétel nagyon fontos, ugyanis az emberre sokkal nagyobb hatást lehet gyakorolni, hogyha úgy érzi, hogy ő egy résztvevője ennek a fesztiválnak. Ő építi meg például ezt a fa karaktert itt, amit aztán a fesztivál végén meggyújtanak, felgyújtanak. De nem ez az egyetlen ilyen a fesztivál során, hanem végtelen olyan program van, ahol az embernek részt kell vennie személyesen, fizikálisan ott van. Hogyha a tanulást vesszük, akkor ez a része, ez a kinesztetikus része a tanulásnak, hogy így bele van az ember vonva, ez nagyon hatékonyá teszi. Szóval ezért olyan az átalakító, átformáló hatása ezeknek a fesztiváloknak. A másik, amit itt láthatunk, az egyfajta polgári felelősség érzet, vagy felelősség tudat. Ami szintén igen nagy jelentősége bír, hisz visszatérnek ezek az emberek majd a fesztiválról, és azokat az ideológiákat, amiket ott magukba szívnak, azokat aztán adják tovább a többi embernek, a kortársaiknak. És mondhatjuk azt, hogy ez csak néhány fesztivál. Lehet, hogy ez csak néhány fesztiválnak tűnik, azonban végtelen ilyen fesztivál van. Most ha csak a Wikipédián megnézem, hát ha van itt egy ilyen lista. Wikipédián nem volt, de transformationfestivals.net-en találtam, és itt van a listája ezeknek a fesztiváloknak, és vége hossza nincs, hogyha valaki szeretne magának találni egyet 2023-ra. Úgyhogy mennyi ember juthat el egy ilyen fesztiválra? Ezek több tízezer férőhelyesek, és itt még van több is, hogyha szeretne valaki többet betölteni, szerintem végtelen lesz. Úgyhogy ez már nem csak több tízezer ember, ezek több tízmillióról van szó, aki személyesen részt vesz ezeken egyszerre, egy évben. Aztán ezek az emberek hazamennek, mennyi kapcsolatot teremtenek ezek a környezetükkel. Több tízmillió ember, az több tíz, vagy százmillió is lehet akár. Persze lehet, hogy ez kicsit elrugaszkodott, de gondoljunk bele a közösségi média oldalakba. Tehát ennek ez, amit elkezdődött a 60-as években, ezzel a zenei vonulattal, amiről beszélt Frank Zappa, meg az összes többi, az ma ki tud teljesedni a technológia által, és lesz egy ilyen világszéles mozgalom. Azért olyan gyors a transformáció az emberek körében, meg ez a degradáció, mert ezek a mozgalmak ezt elősegítik. És ahogy Jimi Hendrix mondja, ő utána prédikálja ezeket az újdonságot az embernek az elméjébe. Ezen kívül, amit mondtam, ezen a polgári felelősségvállaláson kívül van még egy dolog, illetve kettő, az egyik az, hogy az ember önmagára támaszkodik csak, ami szintén elfordítja az embert a teremtőtől, hisz nekünk rá kellene támaszkodni. Nem úgy értik ezt, hogy önmagára támaszkodik, hogy önfenntartó életmódot folytat, hanem hogy megtalálja magában azt az erőt, amivel transformálni tudja a saját életét. És az utolsó, legalábbis amit szeretnék kiemelni, azt úgy írják itt le, hogy egyfajta radikális befogadás vagy inklúzió. 1990-ben már az alapítók erről beszéltek, hogy radikális inklúzió, mikor még senkinek fogalma sem volt arról, ami aztán most 2020-ban történik velünk, hogy el kell fogadnunk mindenféle degenerált meg aberrált viselkedés formákat. De azért történik ez ma, mert már akkor ők lefektették az alapjait ennek a mozgalomnak, aminek az egyik, hanem a legfontosabb eszköze a zene volt. És persze mind a mai napig a zene maradt az. Mert ez ad egyfajta látszat, közösséget az embereknek, minthogyha mindenkit ez egybe kapcsolna azáltal a nagy ritmus által, amit szolgáltat. Az egyik alapító úgy nyilatkozott, hogy kétségtelen az, hogy számos résztvevő életváltoztató vagy életmódosító hatásokat és tapasztalatokat gyűjt
ezeken a fesztiválokon, és létezik egy ilyen egyre inkább erősödő és növekvő összefüggő kultúra is, amely megteremti a lehetőséget és támogatja ezeket a tapasztalatokat a transformációs fesztiválokon. Tehát engedik, hogy ott magában alakuljon ki ez a úgynevezett ökoszisztéma. Azáltal, hogy biztosítják a megfelelő körülményeket ezekre. Mikor arról beszélnek, hogy az ember szinte résztvevője ennek, akkor ilyenekre kell gondolni, mint amit látunk a képen. És ez egy játszótér felnőtteknek, Disneyland felnőtteknek. Térjünk vissza a zenéhez újba. This power over the subconscious is precisely what science writer and composer Robert Jourdain was getting at when he said in his book Music, the Brain and Ecstasy. Ugye ez már a zene, az agy, illetve az extázis. Robert Jourdain zeneszerzőnek a könyve. Music seems to be the most immediate of all the arts. Music possesses us. Zene úgy tűnik, hogy az egyik legközvetlenebb az összes művészeti forma közül. A zene mint egy megszáll minket. It really is as if some other has entered not just our bodies, but our intentions. Olyan, minthogyha valami más belépett volna nem csak a testünkbe, hanem a szándékainkba, az akaratunkba, és átvenné fölöttünk az uralmat. Finish him. Valami más, ez a valami más, ez egy spirituális erő, ami a zenén keresztül beszivárog az ember elméjébe, de ilyen egyébként a mozgófilm is, az audiovizuális anyagok, úgyhogy ha valaki esetleg filmrajongó, nehogy azt gondolja, hogy az nem ugyanezt a célt szolgálja. Hogyha tudtak volna ezeket, bár létezett akkor mozgófilm, de annak az ereje az talán legalább olyan erős, mint a zené, hogyha valaki néz egy filmet. Ott még inkább az ember érzelmeire lehet hatni a vizuális segédeszközökkel, ami a zenében esetleg nincs meg, bár hogyha elképzeljük azt, hogy néz ki most egy zenei előadás, akkor lehet, hogy az felér majd, hogy nem csak egy filme. Mutatok erre egy példát. Nyilván ez a technológia még nem állt rendelkezésére Frank Zappának, de már akkor is volt fénytechnika, világítás technika, meg füstgép, meg mit tudom én micsoda. De ma már gyakorlatilag azt csinálnak, amit csak akarnak, és sokkal nagyobb hatást el lehet érni a zenével, akkor, hogyha csatlakoznak hozzá ezek az egyéb eszközök. De az a hatás az az, amit a szöveg diktál. Du hast, az egy kétértelmű, vagy a Rammstein zenében, az egy kétértelmű szöveg, ami azt is jelenteti, hogy akarod, vagy azt jelenti, hogy utállak. És ez az, ami az embereknek az elméjébe beszivárog. Ráadásul, ha jól értelmeztem, akkor az esküvőkön szokták ugye feltenni ezt a kérdést, vagy ez a válasz, hogy akarod, akarom. És akkor ott még ugye van ez a másik értelme is. Szóval az emberek elméjében elültetnek bizonyos dolgokat. De amiről beszélt ebben a videóban az az, hogy valami megszállja az embert. Lehet csodálkozni azon, hogy megszállja valami az embert, mikor ilyen technológia van egy koncerten, ami két órán keresztül bombázza az embert ezzel,
és ráadásul a hangerő, meg az egész ritmus úgy van kitalálva. Hazamegy utána, biztos vagyok benne, hogy aki ott van, az hetekig nem tud másra gondolni, mint arra az élményre, amit ott szerzett. Azért, mert valami átvette a hatalmat a teste fölött. De térjünk vissza ez a videóhoz. Taking us over. Well, that music is your special Doors. Dance on fires, it intense. There's probably no contemporary artist who's made a greater study of music's awesome power over the human soul than percussionist Mickey Hart. Ugye ő egy dobos volt, Mickey Hart, és azt mondja, hogy ő óriási tanulmányokat folytatott az ügyben, hogy milyen hatalmas erővel bír a zene az emberi lélek fölött. Study of music's awesome power over the human soul, then percussionist Mickey Hart, drummer with the Grateful Dead, world music devotee, and self-taught musicologist. És zenetudós, aki autodidakta módon tanulta meg a zenét, amire utaltam már korábban, hogy nem ostoba emberek ezek, akik egyszerűen csak egy garázsban összejönnek, azt részegen összedobnak néhány zenét, hanem ezek megszállottak, ugyanaz az erő szállja meg őket, amely erő szeretne megszállni minden hallgatót a zenén keresztül. Hart has spent his life attempting to unravel the mystery that is music. És szerette volna megfejteni a zenének a rejtélyét, vagy a rejtélyt, ami maga a zene, és ezzel töltötte az egész életét. From his testimony before the United States Senate. Sőt, az Egyesült Államok szenátusa előtt tanúvallomást tett. Úgyhogy ezek az emberek egyáltalán nem akárkik, hogyha eljutnak a szenátus elé, és ő már nem az első. A szenátus tisztában van azzal, hogy mekkora hatalma van a zenének az emberek fölött, és persze egyrészt valamilyen módon úgy kell tennie, mintha érdekelné az, hogy mi történik az embereken, másrészt viszont ki kell aknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Co-founding the Rhythm for Life Foundation. Ugye ez az alapítvány, pedig az Ritmus az Életért alapítvány. Researching and authoring several books on the subject. És számos kutatást, illetve könyvet ajánlanak ezen a területen, ugye a zene mágikus ereje terén. Ez a könyvnek a címe is valami olyasmi lesz, mindjárt megmutatom egy pillanat. Címe pedig Dobolni vagy Dobolás a mágia határán, ami arra utal, hogy az a dobolás, amit ő végez, az már majdhogy nem csak a varázslat vagy mágia birodalmához tartozik. Project, including his late 1999 release Spirit and the Sound, The Magic of Music. És ez a könyve, ennek az a címe, hogy a lélek a zenében, vagy a zenébe, és a alcíme pedig az, hogy a zene varázslata. A book that is a virtual apologetic for music's incredible, even supernatural power. És ez egyfajta apológia, ami védelme a zenének, vagy bocsánatkérés, a zene hihetetlen, sőt már természet feletti erejéért. To countless live concert experiences around the world, Hart's belief in the power of music borders on the religious. És amint az imént említettem, az ő hite a zenében már-már a vallásban leírtakkal vetekszik, azért, mert ez egy vallás. Csak az emberek ezt nem értik, úgy gondolnak rá, mint ártalmatlan szórakozás. De ez nem így van. Nem csak arra gondolok, hogy én nekem ez a kedvenc együttesem, vagy nekem az a kedvenc együttesem, és akkor az ember vallásos módon ragaszkodik ahhoz, hanem az egész élmény transformáló hatású azért, mert valóban van egy spirituális erő, amely a háttérben tevékenykedik a zenében. Csak ez az legtöbb ember számára rejtve marad. Describing, for example, the Dead's official archivist Dick Latvala's devotion to their music, Hart said, "In those moments when he was listening, he was communing with God." Ez például az egyik rajongója, ugye, aki azt állította, hogy amikor hallgatta ezt a zenét, olyan, mintha Istennel kommunikált volna. Several years ago, Hart sent out a request for anecdotal. Őt nem is csak, hogy kommunikált vele, hanem mintha együtt lett volna Istennel. És ez egyfajta vallási
Megtapasztalás, nyilván. Information on music and its power through the vast electronic underground of Deadheads. Információt küldött a rajongóknak a zenével kapcsolatban, akkor azt írta a levelében. His letter began, "Dear friend, I've discovered, along with many others, the extraordinary power of music." És én, kedves barátom, felfedeztem számos társammal együtt, vagy számos egyéb emberrel együtt a zene hihetetlen hatását. Particularly percussion. Különösképpen a doboknak a hatását. To influence the human mind and body. Annak érdekében, hogy azok hatást fejtsenek ki, vagy befolyásolják az emberi elmét és az emberi testet. Among the thousands of examples Hart has compiled, és számos anekdotát összegyűjtött annak érdekében, vagy történetet, hogy demonstrálja ezt. Több ezer példa között is his own striking observation of the ott volt a saját megfigyelése is, effects evoked by some music he heard many years ago, amely leírta azt, hogy milyen hatást váltott ki az a zene, amit néhány évvel azelőtt hallott, és amit látunk egyébként a képernyőn, ez az, amire gondolt. Hogy számos ember együtt dobolgat, és abból összeáll egy nagy ritmus, és ennek is van az emberre egy igen jelentős hatása. It was my first exposure to the mother rhythms from West Africa that later mutated into my tradition. Szóval a nyugat-afrikai tradíciók voltak azok, amikor először azt megtapasztalta, úgy írja le ezeket, hogy mint egy ilyen anya ritmus, az ős ritmus Nyugat-Afrikából, ami aztán később mutálódott vagy átalakult az ő saját hagyományává vagy tradíciójává, és rock and roll zenévé változott. Becoming rock and roll. All I knew then was that whenever I played this music at parties, the room would transform. Mindössze annyival volt, azt látta és azzal volt tisztában, hogy amikor lejátsza ezeket a zenéket, akkor az egész terem szinte átalakul. It was as though the rhythm of the drum was calling up something from these sleek cosmopolitan bodies. Olyan, minthogyha a dobnak ez a ritmusa had been asleep. Valamit előhívott volna ezekből az emberekből, ami addig aludt vagy szunnyadt a mélységben. There was a power there I couldn't ignore. És olyan erő volt ott, lakozott ott, vagy olyan hatalom, amit én nem tudtam egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Mindenki kivétel nélkül eddig, akit meghallgattunk, mindenki ugyanarról beszélt. A zenének van egy átalakító hatása, és felébreszt valamit az emberben, ami ott szunnyad, és engedi, hogy valami átvegye a hatalmat az emberi elme fölött. Akkor mi ez, hogyha nem egy spirituális megszállottság? Hart is far from alone in these types of empirical observations. És nem ő az egyetlen, aki ilyen tapasztalatokat figyelt meg. Orvosok, hivatásos zenetudósok is tanulmányozták ezt a hatalmát a zenének. Doctors and professional musicologists have also studied this power to transform, creating a whole new branch of medicine called music therapy. És azt az átalakító hatását meg erejét a zenének, és kreáltak ebből egy olyan új tudományágat, amit zeneterápiának hívnak. And as music therapist Jean Maas has stated, music is the greatest power I have ever experienced. És ez a hölgy, aki zeneterapeuta, azt mondja, hogy a zene az egyik leghatalmasabb erő, amit valaha tapasztaltam. I doubt if anything else equals its power to act upon the human organism. És kétlem, hogy bármi más képes felvenni a versenyt, és olyan erővel tud hatni az emberi organizmusra, mint a zene. The organized patterning of music can help drive electrical networks within the brain. Szóval a zenének ez a szervezett ritmusa, amit ugye magának a zenének hívunk, ez bizonyos elektromos utakat aktivál az emberi szervezetben. Can help the organization and reorganization of brain networks. És képes arra, hogy újra szervezze vagy átszervezze az agynak a hálózatait. Egészen hihetetlen dolog, amiről beszél, amire a többség
Nem hiszem, hogy gondolt, amikor zenét hallgatott, de mindezek a zenének a hatása, amiről most szó van. MTV aggressively reorganizing your brain. És az, ugye itt azt mondják, hogy az MTV az agresszíven újra szervezi az agyadat. This ability to organize and reorganize brain networks. És a zenének ez a képessége, hogy szervezze és újra szervezze az agynak a hálózatát, was given powerful expression by Richard Pellegrino, a medical doctor and consultant to the entertainment industry. In an article in Billboard magazine, Dr. Pellegrino discussed the powerful way music interacts. Ez a Dr. Pellegrino, aki tanácsadó volt a zeneipar számára, egy Billboard magazin cikkben pedig elmondta a következőket. Often subconsciously, with receptors in the brain too. Szóval sokszor tudat alatt az agy receptoraival kapcsolatba lép a zene. Produce endorphin highs too. És endorfin termel az agy azáltal, hogy zenét hallgat, és kialakul ugye ez az endorfin plató, amiről ő beszél. Trigger a flood of emotions and images. És előhoz egy rakás áradatát az érzelmeknek, illetve a képeknek, amelynek megvan a képessége arra, hogy azonnal, instant módon létrehozzon nagyon is erőteljes változásokat az érzelmi állapotában az embernek. That have the ability to instantaneously produce very powerful changes in emotional states. Tehát mikor valaki hallgatja a kedvenc zenét és jobban érzi magát tőle, akkor amögött van egy fiziológiás reakció. Ez nem csak azért van, mert na, ez egy jó zene, azt én jobban érzem magam. Igen, a szervezet megváltozik. És most már oda jutottunk, hogy nem csak ezek szerint a hormonrendszerre van hatása, hanem az egész agyat képes strukturálni, illetve átstruktúrálni, vagy átszervezni. He closes his commentary with the observation, take it from a brain guy. Szóval fogadjátok el egy agy tudóstól, vagy agy embertől, olyan értelemben, hogy agy szakértő, ez a Dr. Pellegrino, aki a zeneiparnak egy tanácsadója, egy orvos. In 25 years of working with the brain. 25 évig az aggyal foglalkozom, vagy foglalkoztam. I still cannot affect a person's state of mind the way that one simple song can. Még mindig nem vagyok képes arra, hogy bárkinek is az elmeállapotát úgy befolyásolja, mint egyetlen zeneszám. And in over 30 years of writing about the simple songs, és mi több mint 30 éve írok ezekről az egyszerű dalokról, which most of those brains listen, amikre az agyaknak a többsége hallgat, azoknak az agyaknak a többsége hallgat, amire ugye ő nem tud hatással lenni. Rolling Stone magazine agreed. A song or an album, they said. És a Rolling Stone magazin egyetértett abban, hogy egy dal vagy egy album said can change your life. A great concert will change it on the spot. Amelyről azt mondják ugye, hogy megváltoztat, meg tudja változtatni az életedet, vagy egy nagyszerű koncert meg fogja változtatni azt ott a helyszínen. And when they're honest, the fans agree. És a rajongók ezzel egyetértenek akkor, amikor őszinték. Music itself just gave you this feeling that you couldn't forget. A zene vagy ez a koncert csak ad neked egy olyan érzést, amit egyszerűen csak nem tudsz elfelejteni. Flawless victory. Just, it was like embedded inside of you. És ez beléd épül, beléd ágyazódik ez az érzés vagy ez az értelem. Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, illetve hát ezt a két részt. Segíteni szerettem volna azoknak, akik esetleg nem voltak ezzel tisztában, mint ahogy én magam is rengeteget tanultam az elhangzottakból, és valószínűleg másként fogok hozzáállni most már a zenéhez. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának azért, hogy támogat minket, és ezeket így megmutatja nekünk, ugyanis hagyhatna csak egyszerűen évejegni a világban, hogyha úgy döntene, és nem is szólhatnánk semmit. Képzelje csak el mindenki, hogy milyen lenne az élete, hogyha nem lenne tisztában ezekkel a dolgokkal, hogy milyen kétségbejtő lenne csak kóvályogni a világban, és idestova hánynának, ahogyan írják azt a levelekben ezek a különböző ideológiák, meg elképzelések, de nem így van.
Úgyhogy köszönet neki még egyszer, hamarosan újra találkozunk, addig is hálás vagyok azoknak, akik támogatják a munkánkat, ez nagy segítség, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!